Újra a Szent István Művelődési Ház vendége volt Szekeres Erzsébet, a korszakos textilművész, a Magyar Örökség és Prokultúra Krisztiána díjas alkotó, ezúttal Virágba borult örökségünk, tisztelet Csapody Vera emlékének címmel hozta el munkáit a Szent Korona Galériába. Az alkotó hímzett és varrott textil fali képein a népművészet motívum és szimbólum világának csodáit mutatja be. Csak is azt tudom mondani az embereknek, hogy nem szabad lehajtott fejvel és bussal menni, hanem oda kell figyelni a környezetünkre, és a legkisebb, kicsin kis világra is úgy nézni arra a kis százszószépre, vagy az ibolyára, vagy a hóvirágra, ami a Jóisten csodálatosan megteremtett, és mondhatni azt, hogy a teremtőnek a mosolya. Spányantal megyes püspök örömének adott hangot, hogy ismét városunkban köszönhetjük a magyar népművészet kiemelkedő képviselőjét, aki egy olyan világba kalauzol el bennünket, ami hivalkodásmentesen, de mindenestől őrzi gyökereinket. Nem ez az első alkalom, hogy Szekeres Erzsébet kiállításában gyönyörködhetünk. Ha jól emlékszem, ez az elmúlt évtizedben ez a harmadik alkalom már, hogy ezekben a ő általa létrehozott, általa megálmodott, a lelkéből fakadó szépségekkel találkozhatunk. Dávid Zsuzsa, aki színház rendezőként maga is alkotó ember, megerősítette, Szekeres Erzsébet munkái olyan kivételes alkotások tárházát nyújtják a népi kultúra barátainak, amelyek egyszerre mutatják be eleink virágba borult történeteit, mint egy felhívásként a jelennek és a jövőnek. Az ő asztalán otthon mindig megtalálható dr. Csapody Vera, aki a kiállításon szintén be van mutatva, mint az egyik előd, aki szintén a virágokkal rengeteget foglalkozott, és egy ma is európai vagy világhírű növénygyűjteményben festette meg akvarellekben, illetve színes képekben, színes szeruzával a növényeket. Mint előd ő is ugye ihlette az Erzsit ezekre a virágokra. A magas stílusában páratlan és megrendítő kiállítási anyag minden alkotása megerősítést hordoz, üzenete pedig nem lehet más, mint textilbe formázott ima környezetünk szépségeinek megőrzéséért.